Húsvéti ételosztást tartott a Máltai Szeretett Szolgálat a Főnix étteremben. Hajléktalanokat, szegény sorsúakat és minden rászorulót egy támeleg étellel vendégeltek meg. Az ételosztáson most is önkéntesek segítették a szolgálat munkáját. Mindig azokat várjuk, akiket eddig is. Rászoruló embertársainkat, hajléktalanokat, nagycsádosokat és a szegény helyzetben és most a sorsban élő embereket. Az örömteli a mai nap alkalmával az, hogy azt hiszem a második alkalommal szervezzük meg ezt a nagy csütörtöki ételosztást. Az a tapasztalatunk, hogy nem mindig van kellő visszhangja, érdeklődése ennek a dolognak. Úgy látszik, elmúlt a hideg, az emberek nem biztos, hogy annyira éhesek, vagy nem tudom, mit lehetne erre mondani. Most egyelőre tele van a helység, ahol az embereket várjuk, és most ez is egy rendhagyó dolog, hogy paprikás krumplit osztunk. Én szeretem a paprikás krumplit személy szerint, de nem gondoltam, hogy ez esetleg jó lesz. Azt mondják a társaim, hogy jó lesz, és tartalmas lesz, és fog így lenni az embereknek. Remélem, még nem kóstoltam, de meg fogom kóstolni. Azt szeretném még elmondani, hogy az is rendhagyó, vagy rendkívül ebben a dologban, hogy eddig mindig a Máltai Szeretett Szolgálat szokta finanszírozni több támogató segítségével. Most egy vállalkozó ember, a Pannon Invest Műhely Kft. Finanszírozza ezt az egészet. Örülök annak, hogy valaki ráhangolódott arra, hogy egy személyben tudja vállalni, illetve egy műhely, Kft. Tudja vállalni ezt az egész procedúrát, illetve költségeket. Reméljük azt, hogy el fog fogyni, és mindenkinek ízlenni fog, és mindenkinek szeretnék áldott húsvéti ünnepeket kívánni innen is.